Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az utóbbi időben több hallgatóm is megkeresett privátban, imát kérve beteg hozzátartozóikért. Legyen az idős vagy fiatal, nagyon sok ember betegségben szenved, és van, aki nagy betegségben, fájdalmak és szenvedések között, félelemben, szorongva élve minden napjait. Ezeknek az embereknek ezzel a videóval, ha csak néhány percre is, szeretnék némi lelki békét, lelki erősítést adni. Te, a beteg ember, azzal az üzenettel fordulok feléd, gondolatban megfogva a beteg kezed. A tested lehet beteg, de vigyázz, hogy a lelked egészséges maradjon. Bármilyen körülmények között is, legyen hited, maradjon meg a lelki békéd, maradjon meg a lelked egészsége. Én nem tudok mást adni, csak lelki támogatást, lelki vigaszt videóim által, amit nagyon sok szeretettel küldök neked, egy gyógyító öleléssel. Te, a beteg ember, csukd be a szemed, csendesedj el a lelkedben, engedd, hogy ebben a pár percben egy kis megnyugvást vigyek az életedbe a videómban elhangzó imádság és elmélkedés által. Hallgasd ezeket az imasorokat, mely hozzon gyógyulást, lelki megnyugvást, fájdalmadban enyhülést. Uram, hálatelt szívvel áldalak téged, hogy áthoztál a szenvedések tüzén. A halál mélységei mellett kezed erősen tartott, és a mélységből ismét kiemeltél engem. Angyalok és üdvözült lelkek kimondhatatlan fohászkodásokkal dicséretet mondanak néked, mert örökkön örökké látnak és ismernek szemtől szembe téged. De tudom, atyám, hogy kedves néked az emberi szó hálaadása is, hiszen kitapasztalná meg jobban szabadító kezed erejét, bűneinknél erősebb irgalmasságodat, halálon át ragyogó kegyelmedet, mint az ember. Ahogyan testemet megszabadítottad a haláltól, belőle elvetted azt a pusztuló részt, mely az egészre halált hozott volna, úgy éltesd, atyám, a lelkemet is. Vedd el a gondolataimból, érzéseimből azt, ami fekét, halált, lázat hozna egész életemre. Áldalak téged az orvosok bölcsességéért, amit te adtál nekik. Áldalak, hogy a te szolgálatodra használ a tudásuk. A jó tett és a szolgálat örömét küld el hozzájuk, akik a te gondolataid végrehajtói és eszközei. Áldalak azért az örök orvosért, akinek szánakozó szeretete megismer minden szenvedőt, aki nem csak a testnek át gyógyulást ideig óráig, hanem a lelkemet tudja örökké erőssé, békességessé és boldoggá tenni. Ne engedd elfelejteni a szenvedéseket, melyeken átmentem. Álljon előttem mindig a magam gyöngesége és a te mindeneket elvégző hatalmad. Azért adtad vissza életemet a földre, mert itt neked kell szolgálnom. Azért gyógyítod meg testemet, hogy a te lelkednek temploma legyen. Legyen az életem boldog hála áldozat. Ámen.
Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson. Hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m, és az általam összeállított imafüzet a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető. Valamint ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőséged a támogatásra is. Köszönöm!